Sziasztok srácok, én Exos vagyok, Fekete sapká. Néger vagyok. Sziasztok srácok, én Exos vagyok, Fekete sapká. Néger vagyok. Szavaztok srácok, én Exos vagyok, és itt van velem Attila. Cső. Narancs. Hello-ka. Meg Assos. Cső. És ja. Nem pedig mindig vesztek valamit, aztán... Most mi a fasz, hogy neve? Na, szavaztok srácok, én Exos vagyok, és itt van velem Attila. Cső. Assos. Szavaztok. És Narancs. Maybe. És ja, ez a következő kezdőknek rész. Arról fog szólni, hogy igazából elmondtam még az ezelőtti videóba, hogy ugye hogyan is lehet dolgozni, vagyis megmutattuk, aztán Narancsa, nem tudom már pontosan, hogy ki mutat. És ugye ajánlatos összeszedni egy kis kezdőtőkét, és ezt is elmondtam, azt hiszem. És igen, hogyha megvan ez a kezdőtőke, akkor érdemesebb, ugye, kocsiba fektetni, és ezen pénzt szerezni, amit igazából úgy tudtok, mert mindig kérdezik, hogy honnan tudjátok a kocsiknak az árait. Na hát ez nagyon egyszerű, ugye van a CMTA-nak egy fórum részlege, egy IC részleg, ahol lehet hirdetést feladni. Igazából, hogyha ti akartok venni egy Golf 2-t, akkor abban a hirdető részlegben rákerestek arra, hogy Golf 2, és mondjuk megnéztek 4-5 darab hirdetést, és például látjátok, hogy 50 ezerben megy például a két felobos. Szóval egy olyan 40-50 ezer környékén például feladtuk egy hirdetést. És hogy ez hogyan is kell hirdetést feladni, igazából itt állok egy bolttal szemben, ami Narancsé, ugye. Nemrég lett megnyitva, itt van ugye az északi benzinkút, meg is mutatom, hogy ott van fenn, és a bolt itt van lenn. Szóval nagyon jó helyen van. Ide bejöttök. Igazából... Na, hogyha beértetek a boltba, akkor találhattok egy Mario NPC-t, akinek kurva sokfajta dolog van, hogy gyógyszer, vitamin, evődoboz, hotdog, kóla, cigi, minden. Minden tényleg, amit található szerveren, minden van nála. És telefon is van nála, ami... $600 itt, és a déli benzinkúton 800, szóval itt teljesen alapáron van. Narias $600-ba rendel meg egy telefont, és $600-ba is adja, szóval semmi profitot nem szerez rajta. Hogyha megvettétek a telefont, és például kocsit szeretnétek vásárolni, ahogy előbb mondtam, ide rámentek erre az újságszerű ikonra, és például feladjátok, hogy gyári Golf 2 érdekel. Nyomtok egy entert, és ki is rakja, csak figyeljetek oda, hogy a telefonszám mindig legyen megjelenítve. És ugye kettő választás van, hogy ti vagy kaptok egy SMS-t, amit itt olvashattok el az üzeneteknél, vagy pedig felhív valaki, szóval Assos légy szíves, hívjál már fel engem. És be is fogom nektek mutatni, hogy hogyan is néz ki az, hogyha titeket valaki felhív. Meg annyi srácok, hogy ne rövidítsetek hirdetésbe. Az a másik, igen. Hogy ilyen totál káros, tegyük fel, azt beírod azt, hogy TK, akkor azért G-t fogsz kapni. Vagy a kocsi nevét ne rövidíts meg. Igen. Na, fel is hívott az, köszi szépen, igazából ennyi az egész. És igen. És igazából a következő dolog, amit meg fogok mutatni, hogy hogyan is fog lezajlani a kocsinak a megvétele. Szóval ott találkozunk. Na, igazából el is indultunk a városházára, ahol lehet venni ugye adásvételit. Amit előzőnek nem mondtam el, hogy a boltba találhattok tollat, ami fontos kiegészítő ebbe az egész dologba. Mert ha nincs tollatok, akkor nem bírjátok aláírni az adásvételit. Ami azt eredményezi, hogy ugye nem bírjátok megvenni a kocsit értelemszerűen. Szóval Attila, kérek, tapossa gázra, ne legyél homokos. Kettőben nyikkannak egyből. 3-asban is nyikkan, vagy 4-esben van már, tudja ott, meg ott rogy trafipax. Nem baj ez, mi van abban? Most közel volt ez a táb. Van pénz lóvére. És ja, nálam van egy fegyver, szóval szépen leerpézzük, hogy belerakjuk a csomagtartóba. Kösz. Nyisd fel a csomagtartót. Na is. Vermi le, ha jól megy.
lehajol, a csomagtartóhoz, és belerak egy kis dobozt. Belerakjuk a doboz formájába a kultot, meg a lőszert, az csak. A gigamotor. Gigamotor, ugye itt a GTR, ez egy újfajta járgány CMT-en, giga jó. Ide bejöttük a második szárnyba, itt van a Kenneth Balázs QS, NPC, és veszek tőle egy üres adásvételit. Sikeres vásárlás, tök jó, kijöttök meg minden. És igazából, hogyha te akarsz eladni kocsit ugye, akkor nem neked kell legyen, de most Attila fogja nekünk eladni a Verdáját, hogy megmutassuk, hogy hogyan is néz ki ez az egész. És ugye ilyenkor kérdezni fogja, hogy milyen névre írja a kocsit is. Brian C. Johnson névre kérem. Ugye, aki nagyon RP-s, az akkor megírja itt a RP-t, meg minden, leRP-z ezt az egész szituációt, hogy előszett alaknak, stb. És igazából úgy fog kinézni ez az egész, hogyha megírja, ugye, a nevemre, meg hogy mennyibe adja el, mindjárt mutatom nektek. Na mi van, Attila? Írom. Ja, jó van, jó van. És ugye itt van 3 millió 5 ér akarja eladni nekem. Igazából itt, hogyha rámész, ugye itt meg tudjátok nézni tényleg, hogy nem-e ver át téged, hogy hány venomos, mit tud, van-e benne nitró, stb. És ugye itt van, ő ma aláírta, itt van az ára, hogy mennyibe is vennéd meg, szóval semmiféleképpen nem tud ezzel átverni téged. És ugye a vevőnek az aláírása ide kezd, szóval rákattintasz, rámész szépen, és nekem most kiírja, hogy nincs elég pénzem, mert hát ugye kezedbe kell lenni a pénznek. És hát sajnálom, uram. És igazából ennyi ennek az egésznek a menetele. Szóval sok siker srácok benne.